Számos Humánusz Egyesület nevében tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a megjelent vendégeket. Tegnap előtt egy levelet kaptunk, a levél írója kérte, hogy olvassuk fel, mielőtt megkezdenénk programunkat. Udvari Katalin elnökasszonynak, Salmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület. Tisztelt elnökasszony, tisztelt konferencia! Örömmel értesültem arról a szép és nemes kezdeményezésről, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek művészi nevelése témakörben és általában az iskolában és a családban folyó művészetoktatási kérdésekről rendeznek konferenciát tudós szakemberek bevonásával. A magyar művészetoktatás, különösen a zeneoktatás nemzetközileg is elismert eredményei indokolják, hogy a művészeti nevelés szociológiai vonatkozásairól hazánkban is kiterjedt tudományos kutatómunka bontakozzék ki. Tiszteletre méltónak tartom, hogy önök a fogyatékossággal élő gyermekek művészeti oktatásának megannyi részterületét is megvitatják, és bízom abban, hogy az újszerű pedagógiai megközelítések a társadalom érdeklődését is fel fogják kelteni. Ennek a konferenciának a célja sem lehet más, mint hogy segítsen összhangot teremteni az egyén, a család, az iskola és a társadalom között, erősítve a szolidaritás és az együvétartozás érzését. Kívánom, hogy minél több fiatal pedagógus meg tudjanak szólítani, minél több tanárjelöltet be tudjanak vonni a nagy empátiát és elhivatottságot igénylő speciális oktatási programokba. Eredményes tanácskozást kívánva köszöntöm a konferencia valamennyi résztvevőjét, Mádl Ferenc köztársasági elnök. Nagy öröm látni, hogy sokan vannak fiatalok ebben a teremben most, akik talán a jövő nemzedékét is jelentik ebből a szempontból, akik tovább viszik ezt a munkát, amit ma a művészetpedagógusok elkezdtek. Úgyhogy szeretnék nagyon kellemes délelőttöt és két napot kívánni mindazoknak, akik most itt vannak. Szeretném, hogy legyen intellektuális örömben is részük az előadások révén és esztétikai élményben is a művészeti előadások révén. Tisztelt konferencia, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Elsőként engedjék meg, hogy én is köszöntsek mindenkit, tehát a konferencia résztvevőit, szervezőit, előadóit és mindenkit, aki itt jelen van a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága nevében. Az Oktatási Bizottság elég régóta támogatja a Salmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület tevékenységét, hiszen zenepedagógiai kutató területen született két könyvnek a megjelenését is támogattuk, és tulajdonképpen talán ez vezetett ahhoz, hogy ez a konferencia is létrejöjjön.